Szép jó estét kívánok mindenkinek, és köszöntelek benneteket itt szombat este. Dologba, végre most már magamba, és megpróbálom, hát hogyha nekem is összejön az, amit eddig mindenki másnak, aki segített nekem elindulni. Nandinak félek, ő segített nekem sokat. És szeretnék is köszöntőt mondani mindenkinek, aki beköszönt eddig, aki nem, most nyugodtan mehet. Csura, Tesso, Tipmix, Kismár, és azért YouTube-on is, mert ott is kéne gyűjjünk. Otto, Ignác, köszöntök mindenkit a cseten, az adásba, és sok sikert, epic vineket együtt. Na, még között beérkezett Matthew is, meg Blind, hát szokásos. Reméljük, hogy ma nyerő lesz. Reméljük. Emesli. Köszönöm mindenkinek, hogy eljött. És szerintem fogjunk hozzá. Itt vagyunk a kaszinóban. Ugyanúgy, mint tegnap szerintem, megint belefogunk a horgászatba. Na, az est nagyon ott a peca. És most? Hát, hogyha megint fogunk valamit. Mit szóltok? A zene nagyon hangos? Már sikerült most már megoldani dolgokat. Ha nagyon hangos, szóljatok. Mert ingom nem volt, hogy mi volt a baj. Csak annyira ügyes akart lenni a gép, hogy nekem előre elkészít mindent. Hogy pont elrontotta. De megoldottuk. Hát, mert ez így. És ugyanígy várjuk a horgászatot. Na, közben azt mondják, hogy jó, akkor engem megnyugtattatok. Na, kinek milyen volt a napja ma? Szeretném tudni, hogy idáig ki tudtátok-e várni. Ugye péntek este milyen volt. Mindenkinek könnyen indult a nap. Így, hogy magamban vagyok, így nincsen ki ilyen szója. Nandi meg nincs itt, hogy szóval tartsunk. Na, Kismák. Akinek bejött az élet, kettőkor fel is lehet kelni. Na, de nem baj, hogyha sokáig mulattatok, akkor el nem rontja az embert, hogyha tud aludni is egy kicsit. Akinek bejött, nekem nem sikerült annyira. Azért fel kellett keljek. Hát muszáj. Máshogy nem lehet. Míg bent vagyok, addig csak így csínosba. Most már mozoghatnak is valamit a halak, ahogy elnézem, még csak a csalit adta be. Hát, tudod. Ez az ember, ez várja a nagy szkettereket, csak még nem jött össze. Hello Takács Peti! Hello Korsa Valentin! Sziasztok! Jó reggelt! Köszöntök mindenkit, aki most csatlakozott be. Közben azért késett ennyit a várakoztatás. Hát jól be tudtam állítani a zenét. Na de se baj, az a lényeg, hogy megyen. Be. Próbálom, látod a mélyvízből kihalászni a dolgokat. Kipróbáljuk azt is, csak nem kell ennyire sűrűn mondani majd a játékajánlásokat. Tudjátok, a megszokott mondókkal. Majd kipróbáljuk. Hogy működik Jimi Hendrix-el. Mi
Közben itt eddig a halak nem nagyon mozogtak, de reméljük az este folyamán nem ugyanezt fogja csinálni. Na ez az. Mindenhol van Sennheisernek, úgyhogy figyeljetek oda. De azért ő is megérti a dolgokat, megérti. Hogy most a kis kezdőt próbálgatnátok terelni mindenféle új játék fele. Megérti ő is. Ember. Van az is. De ő szerintem... Jó reggel, Bence Fabó. Döglöttek a halak, mint a velencei tóban. Hát most egyenlőre úgy néz ki, hogy igen, csak hideg van rájuk. Be is van. Welcome to Monster Cat Silk Showcase. Közül bele kell tekerni a zenébe egy kicsit, mert magyaráz a csávó. Na. Hát igen, a halak ténylegesen úgy néznek ki most, hogy elfáradtak. Tegnap előtt azért jobban mozogtak. Most csak a kicsik. Még csak játszanak a csalival. De mindjárt bejönnek a nagy scatterok, és a bónusz játék az majd... Várhatólag. Bájeros, milyen szám, milyen? Na, hát tudja, és tudja, és tudja. Hát ma is volt, tudod, ez nem lehet megállni. Lehet, hogy én is megutálom majd a chilit. És hot chili. Mert a múltkor sem nagyon akar mozogni. De, ki tudja, lehet, hogy a mai nap lesz az. Igen, ma is reggel óta nyomtuk a melót, úgyhogy nem volt megállás. De a munkája nem rontja az ember, Dani utálja. Hát ide figyelj, most mindenki úgy van vele, hogy ha nem adja a játék, akkor nagyon utálja, mikor megadja, akkor még nagyon szereti. Hát... Na, lássuk, hogy nagyon szereti. Hát egyelőre még úgy néz ki, hogy nem nagyon szeretjük ezt se. Csak a tegnap este az más volt. Tegnap elég. És most sorra eljátszod velem ugyanezt. Hát sorra eljátszod velem ugyanezt. Na, de hát ez ilyen. Nem lehet mindig. Hesike, szép estén neked is! Köszöntelek itt az adásban. Vagy meg kell piszkálni? Hát igen, ez most a bétel. Ne, ez csak bétel itt van. Bence, ez most még nem lesz 24 órás live. Ne aggódjatok, ne készítsétek a nasit adásra, mert nem hiszem, hogy ez még 24 órás lesz. Úgy látom, hogy ez nem akarta, de én még ezen egy kicsit még mozdítok egyet fentebb, és még ráhúzunk egy 50-est, csak azért, hogy lássuk, hogy ténylegesen csak kötekszenek velünk a halak, vagy sem. 7,4 órát. Hát azért nem. Remélem, hogy kihúzza a ma esti balansz egy kicsivel jobban. A múltkor sikerült feltornázzuk. És
remélem, hogy most sikerült megduplázni. Remélhetőleg. Nandi egyedül hagyott. Hát, most Nandi egyedül hagyott, de nem hiszem, hogy a cseten nincs itt. Ne. Szerintem ő is kíváncsi arra, hogy nekem most egyedül vajon mennyire sikerül. Vagy mennyire nem. Valak csak mozognak valamit, mert beétel. Csak beétel, igen. Én kiegyezek azzal is, hogy triplázzuk, mert nem rontaná el. És akkor már nyugodtan lehetni ilyen horgázgatni. Ide figyelj, Ignác, még én is várom. Én is várom, hogy jöjjön az a bónusz, mert egyelőre csak daráljuk lefelé a dolgokat. Még a duplázástól messze állunk. Hát gondoltam, hogy örült, hogyha nyertek. Ez egyértelmű. Hogyha bejött nekik is, akkor... Persze, hogy tetszik neki. A halak csak nem úgy mozognak, ahogy én szeretném. De... Megoldjuk már bele. Vagy nem piszkálok bele. De bele piszkálok már. Kettőt sikerült. Hát én annak örülök, hogyha más is örül. Úgyhogy... Azt kell, hogy mindenkinek beteljesüljön az akarata. Ugye én is most azt várom, hogy jöjjenek a bónuszok. Meg legalábbis szeretném. És akkor nekem is megbenni. Mostanában nem figyeltem, hogy ki mit játszik. Úgyhogy nem nagyon látom az utóbbi meccseket a Bayernnek. De úgy látszik, hogy... Hogy bejöttek a bónuszok. És lássuk, hogy a horgászok mit csinál ma este. Jön, nem jön. Megyen, nem megyen. Mert... Ne hagyjál már így itt. Lemegy az egész játék egy horgász nélkül, hát... Egy horgász magába. Nem fogod semmit. Megint. De most látom, hogy a végére befeszázott egyet. Nem rossz. De nem piszkálok bele, mert ahogy mondta Nandi, hogy nehogy elroncsuk itt a szerencsét. Megvárjuk. Hát egy 10, majdnem 15-ös, az már elég jó. És nem enged tovább. Hát a base játékból. Bész játékból becsorgatott egy 15-öst, úgyhogy annyira nem rossz. Hát igen. Bár azon hagyott már csak két horgász küldött. És... No. Kellett nekünk hozzászólni, hogy hello. Pecások elmaradtak. Elmaradtak a tapetvások. És hogy küldheti őket. Megint magába jelent meg a horkász, nem fogott semmit. Reméljük, hogy jön a comeback. Felhozzuk magunkat a mocsokból. Back to back? Hát ezt így kell. Ezt csak is így kell. A végére megint elején jött, hogy fogjon is valamit. De megint magába ment el. És magába is jött vissza. Az volt a legnagyobb baj.
De egy nagy aranyhalat még itt a végére. Jó, legalább megyünk a 2x-esre. Most bejött, és plusz 10 pörgetés. Vagy a második... Hát a másodikat nem kezdi el. Még meg kell várjuk ugyanúgy a négyet. Na, megint mi a... Tusz. Lefagyott a játék. Ezt nem szeretem így. Na, megkezdte a másodikat. És itten megkezdte egy kis fallal. De nem rossz, mert duplázom most már. Következő 10 pörgetésen, amit fog, az mindet megduplázza. Egyen nagyobbat fogott. De valahol, mintha úgy láttam volna, hogy van itt aranyhal is, csak azt nem sokan látták. De aki látta. De gyűlik már, egyre nagyobb halokat fog. Hát igen, a Dead Spin-t azt hanyagolhatná. Azt hanyagolhatja egész nyugodtan. Igen. Csak nem akarja hanyagolni. Még egy horgász? Nem akarja megkezdeni a 3x-es pecázást. Na de se baj, ugyanúgy base game-ből behozta. És szerintem az elég jó. Ahhoz képest, ahogy szokta. Én azt mondom, hogy még adjuk és nyomunk fentebb. Így. Még egy 30-ast bejátszunk. 30-as bejátszunk. Hát, hogyha most az utóbbi kettőnél, ahogy fentebb vittem, már adta is a Scattert. De... Hát, hogyha elfiket. Ezt már szerintem csak mutatóba akarja. Na... Igen. A mutatóról beszélve. Ezt a halat keressük itten, ezt a szép nagy arany halat. Meg jöhet ez a szakállas ember is. Hozzá, hogy kifogja nekünk. De hogyha végig szalad, és megkezdi a hármason, és akkor fog egy nagyobb. Az bizony. Scatter, igen. Most látta azt, hogy fentébb húztam. És akkor így beadta. Hát na, nagy pecás a csávó, nagy pecás. Visszafele is megy el, azt mondja. Tudjátok, lehet így is vakarózni. Ez most ilyen. Na. Csak nekünk még kéne két horgász, ahhoz, hogy tovább is tudjunk menni. Bónusz játékban. És akkor már szom, hogy vissza is hoztuk azt, honnan kezdtük. Ja. De hogyha még most bevág két pecást, vagy nem, vagy most. Nem. Csáó azt mondta, hogy ennyit már ő se bír horgászni. És akkor még lemérz a 30, amit akartunk. Visszaértünk a kezdőre. Innen még pluszba kéne menjünk fentebb. Így ez semmi. Nem. Ez olyan, ez még rosszabb annál, mint a visszafele haladás. Hát nem lehet azt mindig, nem lehet mindig fentebb húzni. Mert egyszer beadta a bónuszjátékot, az nem azt jelenti, hogy mindig beadja. Mert jó, hogy tudunk horgászni. De ezt a játéknak is kéne tudja. Mert akkor aztán kimaxolnánk
Én is úgy tudnám, hogy mikor mi jön. Kis állászok is ott elmozognak. Csak nem akarja hagyni ezeket a deszpineket. Valamiért ezt nagyon szereti. Nekem is megette már, nekem is. Pedig még alig kezdtem hozzá. Én várjuk itt a nagy aranyhalakat. Megvárjuk. És csak nem akarja. És úgy látom, hogy ezt igencsak fogás nélkül zárjuk ezeket az automatákat. Na de nem baj, mert ugyanúgy, mint ahogy a tegnap a horgászatot nem fejezzük be, mert szerintem folytatjuk ugyanúgy egy lézersárkkal. Hogyha ezek a halak ennyire mozogtak, akkor hát, hogyha ezek a másikok is. Hát igen, a nagy horgász belefújt. Ez most igen csak. De nem baj, hát hogyha a tenger már jobban lesz. És... cápák majd szeretni fognak minket. Ahogy elnézem, szeretne engem. Elég javulóban vagyok. Na, és húzunk fentebb egy 300-ast. És indítunk egy 50-est. És hát, hogyha itten majd pápák megsegítenek minket. Na, én közben elindítottam Lost Limits-t. Igen, mást indítottam el. Köszönjük szépen! Majd itten bepörgetem egy nagy ezres point. Remélhetőleg. Vagy egy pár jó bónuszt. Mert ahogy elnézem, a hínárok mozognak, de irtózatosan rossz helyen. Na, meg kellett szólaljak. Itt végig szaladt a hínár, és nagyon gyengén, nagyon gyengén. De nem baj. Két bónusz is beadt. Amivel lényegesen nem voltunk semmit. Jimmynek hívnak. Itt a streamen Jimmynek hív. Egy bónusz. Ezt az egy bónuszt ezt nagyon szereti, de én így nem. Nekünk abból kéne, vagy három, ahhoz, hogy még jó is legyen. Jimmy, igen. Kis vitéz. Köszönöm szépen. Jó reggelt neked is. Ezzel... ahogy elnézem, még a tengerbe sem nagyon szeretnek minket, mert itt is a deszpinek örögnek jobbra-balra. Ugyancsak rendesen. Látom, hogy a peca az szombaton nem olyan, mint kitöltekön, úgyhogy valószínű. Hát meg, tudod, beüríteni kell mindig. Azt, én nem bánnám, hogyha bejönne az 5000-es. De ha még csak így jönnek a kis törött fenképezők, addig sokra nem megyünk.
közben még más is bejöhet egy pár sor, egy pár kiad... Pár sor? Jó lett volna most a fenképezőkből. Úgyhogy itt a hínárban még elbújhat akármi. Egy vájz is. Vagy több. Lássuk, hogy utolsóra be akarod-e? Nem akarod. Gondoltam. Én azt mondom, hogy húzok még egyet rajta. Ebből csak egy keveset. Így most sok. Mert ugyanígy, hogyha nagyon kötekszik, és akkor csak darálja. És azzal elérén nem vagyunk. Úgyhogy csak csinosan kell. De hozzáfészkálok át, hogyha segít rajta. Két bónusz. Hát sokat nem segített rajtunk. Meg kell ezt is piszkálni, mert látom, hogy máshogy nem akar. A kötekszőkből. Hát, én nekem most jelenleg ez a legelső streamem így szólóban. És remélhetőleg, hogy nem az utolsó. Végét nem szerepel, hogy megpiszkáltuk. Na de nem baj, én azt mondom, hogy megyünk. Minden a legpecázásokból. Egy kis vonat. Van itt lény kettőre. Ne. Egy kegyetlenül rosszul. 600-asból MT-t fogzunk. Most is szerintem ugyanúgy be fogja adni a Wild-ot. Bónusz beadja meg. Nincsenek most ajánlások. Nincsenek most ajánlások játékokra. Most csak így csínosban játszunk. És hát, hogyha itt egy-egy bónusz beakasztunk. Megpróbáltál engem kiégetni? Hát... Szerintem van annyi tűrőképességem, hogy ezeket kivírjam. Szerintem. Semmi baj, semmi baj. Csak hogy mindenkinek meglegyen. Toltam előre. Mert vannak, akik nagyon nem szeretik, hogyha egymás után durogtatják itt a játékajánlásokat, de most még az elején vagyunk, én még türelmesen kivárom. Elmagyarázom és türelmesen kivárom. Tató, jó reggelt! Jó reggelt neked is, köszöntelek itt az adásom. Kovács Peti, cél az 1 millió. Hát, célba van véve, célba van. Tak, arra leszek kíváncsi, hogy más is így gondolja-e. Udolf. Sok szerencsét kívánok. Köszönöm szépen. Hát, hogyha fog is ez a sok jó kívánság, és belad egy pár tép kötést. Info fix. Fog szerencsét. Ugyanúgy, köszönöm szépen a jó kívánságokat. És nem vitte, 2,5 éve itt vagyok, csak magánéletem miatt keveset tudok. Na hát, köszönjük szépen a támogatást, és a jelenlétet, és reméljük, hogy nincsen nagyon nagy komplikáció. És kupa jó. És nasi hol van? Hát nekem most itt nincsen nasi. Én most a nélkül maradtam. Így jártam, de nem baj, hogyha nélkül vagyok. Ebben az órában már nem nagyon kell. Ó, de jól elszórtott azokat a fejereket.
Point Break with a long transition from meeting Molly last chance. Na, capping off the block of instinct releases. Munkaórában, hát az is kell, mert kell a munka, anélkül máshogy nem lehet. Csak már. Megesik. Rockesték. Sziasztok. Hello, hello, soci. Kivés, de a szukra. Hát. Ez megesik, megesik az emberrel. De nem baj, nem baj. Rulett még mit? Hát? Nem tudom, nem tudom. Rulettet még nem próbáltunk Nandival. Nekem nincs adatod a tartás már a világon. Hát, igen. Ez megesik, megesik. Az ember mindig jobbra vágyik. Igen, szabad rabszolgák vagyunk. Ez teli tanálat volt. De az a lényeg, hogy az ember az dolgozza, amit tették neki. Na, akkor nem munkaként fogja fel, hanem mint szabadidős tevékenységként. És akkor nem azt érzi, hogy itt is fáj, ott is fáj, hanem ez akkor volt, az akkor volt, és akkor meg tudja mondani, hogy mikor mit csinált. Igen, igen, csak azt nézem én is, hogy defektet kaptak. Mert a vonaton... Most igen, csak van fake. Behúzták rendesen a fake-et. Mert bónusznak még csak egyet láttam. Többinek meg kiírjék hanvát sem. Igen, csak úgy néz ki, hogy defekt. Végre valami normális ezen a vonaton is akad. Fast short. Hát te ki vagy? Hát én vagyok, ez biztos. Nem, szerintem én leszek a bővítés csapatba, meg új streamer. És remélhetőleg sokáig tart majd. Isten hozott téged is a csoporton, vagy a valáson, és sok epic tint együtt. Meglátjuk, meglátjuk. Szerintem ma este még hosszú lesz, és akkor kiderül, hogy miket játszunk. Szerintem csapok egy-egy kört, széjjel nézek, hogy mi. Na. Csak a másik oldalba is tehetett volna ugyanennyit. Úgy látom, megint csak a végére szereti ezeknek az automatikusoknak tenni bármiféle nyereményt is. Mert már ledarált elég rendesen. Hát, hogyha más játék jobban, hát, hogyha... Meglátjuk, meglátjuk, hogyha nagyon jó lesz, akkor nyugodtan. Érhetsz egyet. Na hát, növelek egyet, aztán meglátjuk, hogy egy 25-ösön még bead-e bármit is. Ennek a sniper. Lényegesen semmi nem volt az, amit... De hát, hogyha bepörgetné a bolgózt 450-esen, az jó lenne. Abban már lenne potenciál. De amíg így csak szerencsétlenkedik... Igen. Amíg csak szerencsétlenkedik, addig nem jó. És itt is szerintem elengedi sokáig semmi nélkül. Hát, aztán én nagy semmi. Nagyon nagy defektet kapott ez a vonat, mert nem tetszik neki. Vagy lehet, hogy nincs itt Nandi. És akkor látja, hogy csak magamban vagyok, mint kezdő, így
egy nagy kibaszást oda teszünk neked, hogy megutáljál. Végre valami. Mert nagyon-nagyon semmiféleképpen ment el ez a vonat. És akkor... Igen. Ez bizony, ez drága. Ezt igencsak bejárhattuk volna Debrecentől Szombathelyig meg vissza. Vagy háromszor ezen a vonatjegyen. Diákkal meg teljéleg. Mert ugyanígy most megint bepörgeti ezeket a kis egyszerű magába bónuszokat. Ilyen sokat nem csinálunk. Még egy pár gyorsat ráhúzok. És nem akarja folytatni, nem akarja. Azt mondta Bellemőr, hogy húzi nem le. Nincs elég. Jeminger. Hát, a tegnap előtti, hogyha megint ugyanolyan lesz, mint a tegnap előtt, akkor megint csak nézegetjük itten. Hát, kezdjük meg egy 50-essel kicsin. És meglátjuk, hogyha nagyon jól ad, akkor fentebb húzok rajta, hogy azért legyen értelme is. Egy szorzó, mégis magában is tűzött. Hát persze, egyik égről a másikra megint, ugyanúgy. Gyűlik a kis szorzónk, csak megint elni. Ugyanilyen lehetetlen pozícióba teszi ezeket a szorzókat. És akkor azzal nem csináltunk semmit se. Most is beküldött egyet a legutájére, de hát... Még most kezdtük el, még csak most kezdtük el. Almák! Na, mozognak is ők. Csak nem eleget. Kis gyümölcsök. Majd kompautokat eltegyük. Most annak van az ideje. Hát, hogyha elteszünk egy szépnek szorzós, szépnek kötéses. Én is üdvözlöm őket. Mindenkit ottan. Pár faluval arrébb. Ránézünk mindenre is. Csak én ezen többet láttam így YouTube-on, több mindenkit láttam ezen többet fogni. Persze, és akkor már kíváncsiság. Hát hogyha nekem is ugyanúgy csinál ez a játék. De... De úgy látom, hogy ez nagyon gyenge. Nagyon zsenge. Ahogy elnézem, még nincsen kettes. Oldalon.
Hát ez nagyon gyakran volt, úgyhogy szerintem ennek folytatása nem nagyon lesz. Mert megyünk, csak ez megint csak visszafele haladás. Sehol nem tartunk. Most Fruit Party-val folytatjuk, már hogyha ennyire gyümölcsös. Gyümölcsösen szór mindent. Hát, hogyha ez a másik már jobban fogja. Ez a másik által jobban fogja. De lentet húzunk. Így. Így kezdhette volna a másik is az előbb. Mert effektíve nem rontott volna el. Most három befő kéne. Hát, ott van kint nálunk. De én most azért nem megyek ki. Na, almák is. Tőle is. Otto, Fruit Party, go! Hát akkor go, meg go. Na, ez egy pörgetésből annyira nem is rossz. De ha behadnál bónuszt, az meg irtózatosan jó lenne. Már megint látom, hogy csak a tetejére szórogott egyet, hogy megmutassa, hogy van is. Ne felejtsük el. De nekünk három kéne abból. Teljes legyen a kör. Na, arra egy szép szorzó lett volna. Na, ugyanígy, megint csak az egyeket forrogatja. Ahelyett, hogy fognám magát és összetedné rendesen magát. Hármat is lehet jön egyszerre. A Deathspin-nek ez ért. Miért? Tetszik neki. Szívek a szellők is kötnek. Van a szívek folytatják. Szorzóval. Csillagok. Gyűlik. De egy szép bónusz játékot a Jemmingsnél se láttunk. Itt még nem láttunk. Hát, az enyém az munkával telt. De... És lényegében ennyi. Reggel felkeltem meló. Még pihengettem egy kicsit. Aztán nagyjából ennyi volt. Többet nem tudok róla mondani meg. Ez csak ennyi volt. Semmi több. Majd ha látjátok, hogy ásítok, ne féljetek, nem fogok kidőlni a székből. Mert azért a cél a milla, az lenne. Valakinek azt meg is kell csinálnia. De amíg Deathspin a játék, addig nem nagyon lesz rá esélyünk. Való baj? És meglátjuk, hogyha végén nagyon-nagyon összeteszem a kezem, hogyha nagyon sokat nyerünk, akkor még szerintem bónuszbályok is lesznek. Hát, hogyha... Van már... Nem voltam tanfolyamon, ez a baj. Lehet, ez rontotta most el. De belepiszkálgatok itt, és kettőt be is tudok pörgetni. Nagyon mutatja ezeket a kis bónuszokat, a szkettereket. Szerintem most akarna adni nekünk valamit. Which brings us into our community pick of the week. It goes to this banger of a track. It's Rare by Going Quantum and Psychic Type.
heard right here on Monster Cats Call the Wild. Hashtag COTW Radio. Na, de közben azért bebeszórogat egy-egy szebbet, mire tehetne egy pár szorzót is. És amúgy kinek hogy telt a napja? Remélem mindenkinek jól. Most már, hogy gyűltünk, most már több mindenkitől meg is tudom kérdezni, hogy hogy telt a napja. Szépen jó volt, szombati nap volt, vagy melóval? Hát igen. Ez megesik, de csak mindenkit arra kérünk, hogy annyit tegyen fel, annyit játszon el, amennyit meg tud engedni. Csak a felelősségteljes szerencsejátékot tudjuk sugerálni mindenkinek, így ajánlani. 8300 euró? Hát, az se rossz így egybe kimondva. Közben éppen kötögetnek nekünk ezek. Hát igen, jó, hogy megszólaltam, mert már zavarba is hoztam a játékot. Végére beteszek szorzót azért, hogy nézzük. Ha. Szíve, öldög. Ha értesz hozzá, akkor nyugodtan mehet Tipnix. Mixelni lehet. Ha vannak jó megérzéseid, akkor egész nyugodtan. Nekem eddig nem nagyon volt a szerencsém, de nem is nagyon próbálkoztam vele.